Köszönöm szépen. Hát meglehetősen bonyolult témát kaptam dr. Bagó Ibolyától mára. Ő nagyon ért hozzá, hogy, hogy megadja az embernek azt, amin aztán gondolkodnia kell, és kihívás elé állítja. Fölrakja mindig a lecet. Én meg olyan gyarló ember vagyok, hogy időnként szeretnék néha alatta átbújni. De aztán mindig meg kell ugrani ezt a lecet. Nekem arra kért Ibolya, hogy én ma este a Bőség védelmében címmel tartsak előadást, ami meglehetősen nehéz feladat. Egy általánosan depressziós környezetben, a gazdasági válság kellős közepén nagyon nehéz beszélni bőségről, jólétről, és erről előadást tartani érdemben, azt gondolom, hogy komolyan össze kellett szedni a gondolataimat, és hogy milyen szempontból tudnék én erről beszélni. Én összeírtam jó pár gondolatot, de a Bőség védelmében cím kissé úgy hangzik, minthogyha egy tárgyalóteremben védőbeszédet mondanék. Mert miért is kell, és ennek egyébként semmi indoka nincsen, miért is kellene a bőség védelmében beszélni, és a bőségről, a bőséggel kapcsolatban okokat felhozni? Hát ha csak nem az lehet az ok, hogy az emberek általában szeretik a világ és a saját gondjaikért a jólétet és a bőséget okolni. Ez egy borzasztó nagy tévhit. Például a gazdasági válsággal kapcsolatban a gazdasági válságot nem a jólétben élő emberek okozták, hanem a bizalomhiány. Tehát egy nagyon egyszerű, gyarló emberi tulajdonság. Én azt gondolom, hogy a jólét, a bőség az nem bűn, hanem egy kívánatos cél mindenki számára. Márpedig azt gondolom, hogy az FLP-sek azok bőségben élnek. Nagyon komoly bőségben, olyanban, amiben az előző életükben nem volt részük. És akkor most jöjjön egy kis személyes, mondhatnánk úgy is, hogy coming out, vagy vallomás. Képzeljétek el, hogy én súlyos szenvedélybeteg vagyok. Nem is gondoltátok volna rólam bizonyosan. Én szenvedélyesen szeretem ezt a céget. Szenvedélyesen szeretem, amit csinálok. És szenvedélyesen szeretem a bőséget. Amit nekem ez nyújt. Ezt a jólétet, amiben eddig nem volt részem. Még nem kerültem ide. A szenvedély, azt gondolom, hogy a bőséggel kapcsolatban és ezzel a céggel kapcsolatban egy olyan fogalom, ami összenőtt vele. Ezt az üzletet csak szenvedéllyel lehet csinálni. Ugyanolyan, mint a szerelem meg a család, hogy csak szenvedéllyel működik. Szenvedély nélkül nincsen benne semmi. Nincsen tartalom, nincsen fejlődés, és nincsen bőség sem. Érdemes, csak szenvedéllyel érdemes csinálni. Máshogy nem. Lehet máshogy is, csak nem lesz eredménye. Ebben egészen biztos vagyok. Mérhetetlenül büszke vagyok erre a vállalkozásra, és erre a bőségre, amiben nekem részem van. És megvizsgáltam az életem különböző területeit, hogy miért is vagyok én büszke. Büszke vagyok először is emberként. Az amerikai szakirodalomban van egy definíció, mely szerint üzleti hálózatot a hasonló gondolkodású emberek hozzák létre, hogy általa bővítsék az üzleti lehetőségeiket. Én személy szerint nagyon büszke vagyok arra, hogy Rex Moon-nal, Milesz Sándorral, Szabó Józseffel, dr. Bagó Ibolyával hasonló gondolkodású embernek vallhatom magam. Ez számomra borzasztó nagy büszkeség. Mert ezek szerint, mivel én ennek a hálózatnak a tagja vagyok, ez azt jelenti, hogy én ugyanúgy gondolkozom, mint ezek a nagyszerű emberek. Ezek nemzetközileg elismert szakemberek, és azt gondolom, hogy engem emel meg velük egy csapatba tartozni. Ez nekem borzasztó nagy, nekem nagyon sokat szélesített az életemen ez a tudat, és nagyon nagy
nagyon pozitív irányba vitte az életemet, mint sok, sok százezer embernek az életét vitték ezek az emberek pozitív irányba. Igyekszem én is jót tenni az emberekkel a munkám kapcsán, de nagyon boldog vagyok, és nagyon büszke arra, hogy, hogy ezáltal én is névjegye lehetek ennek a cégnek. Én nem tudom, kivel fordult már itt elő, hogy bármelyik cégnek ő egy személyben a névjegye lehetett. Velem nem. Velem csak itt történik ez az egész először. De nagyon jó érzés. Aztán másodszorban büszke vagyok, mint nő. Én nagyon sok bemutatón elmondtam különböző statisztikai adatokat a nők gazdasági helyzetével kapcsolatban. És most megnéztem egy egész friss kimutatást. Egy átlagos gyermeket nevelő nő közel harmadával keres kevesebbet a férfi társainál ugyanazon a munkáját. Tehát azt jelenti, szemszerűsítve, hogy a férfiak keresetének átlag maximum 68%-át keresi meg. Én nagyon, nekem bőséget és büszkeséget jelent az, hogy ebben a cégben ez a fajta különbség eltűnik. Én, mint nő, ugyanannyit keresek ugyanolyan munkával, mint bármelyik férfi társam. Sőt, még nőként leveszi a vállamról a cég azt a terhet, hogy, hogy kínos legyen, hogy küzdjek azzal, hogy összetudjam egyeztetni a karriert és a családot. Ez nagyon sok nőnek rettenetes nagy problémát jelent. Nekem olyan fajta bőség áramlik az életemben, mióta ezek a terhek lementek a vállamról. Egyszerűen egyenrangú embernek érzem magam. Nőként, amit máshol az eddigi munkahelyeimen szintén nem kaptam meg. És ez nagyon fontos volt nekem. Óriási szabadságot ad ez nekem egyébként, és végig gondoltam, ha már a gazdasági válságról beszéltünk, tudtátok, hogy a világon a gazdasági válság 22 millió nőt foszt meg a munkájától. Én a világnak ebben a parányi országában nem tartozom ezek közé, a nők közé. Ez hihetetlen dolog, de nem. Ez fantasztikus, azt gondolom. Nagyon büszke vagyok anyaként. Pár gondolatot ehhez is mondanék, hogy miért. Én azt vettem észre, nekem van egy 19 éves fiam, hogy az emberek gyakorlatilag az ő generációja már egyszerűen leszokott az egészségről. És anyaként, mióta ezt a céget módonban áll képviselni, haza tudtam vinni egy olyan gondolkodásmódot, ami ebben az értéktelen világban hitelessé tesz engem. És olyan fajta átörökíthető értékeket tudok adni a gyerekemnek, olyan fajta mintát, amit eddig nem tudtam megadni. Kiszélesedett a látóköröm, bővült a tudásom. Én vagyok olyan gyarló, hogy a saját magam sutaságával együtt én jó anyukának gondoltam magam. Megtettem, ami tőlem tellett, de ez nem volt elég. Ez nem volt elég ahhoz, hogy azt a gyermeket lássam felnőni, akit én szeretnék. Nem tudtam neki megadni nagyon sok mindent, egyrészt azért, mert én sem kaptam meg. Nem a szüleim hibája ez, azért nem tudták megadni nekem, mert ők maguk sem tudták. Generációk alatt eltűnt egy tudás, egy értékminta, amit én most valamiért visszakaptam, és át tudom adni a gyerekemnek. Ez fantasztikus. Én nap mint nap érzem ennek az értékét, a kincsét, és vissza tudok hozni ebből a generációból talán egy olyan gyereket, aki egy olyan értékvilágot képvisel, ami a világ számára is érték, nem csak egy családi kapcsolatban. Nagyon sok mindent ki tudtam köszörülni a gyerekem tinédzserkori személyiség fejlődésében nem biztosan kedvező folyamatokban, és azt is ennek a cégnek köszönhetem. Ez mind-mind nem lett volna az életemben, ha ez a cég nincs. Nagyon-nagyon örülök. Egy irányított gondolkodás helyett, ami beszűkíti a gyereket, én egy bőségszemléletet tudok adni saját magam által, de ezt mindet itt kapom meg. Ez a fajta információ, amit ez a
a ti gyerekeitek is megkapnak. Én biztos vagyok benne, hogy egy sokkal használhatóbb tudás, mint amit egyébként a poroszos oktatási rendszer adni tud nekik. Egy olyan értékes és valóban használható tudás, ami emberként teszi őket értékessé. Ezt nem tudják megtanulni sehol. És ha anyaként nem tudtam volna közvetíteni, akkor honnan kapták volna meg? Elértéktelenedne a világgal együtt a gyerekem is. Hiteles tudok lenni a gyerekem előtt, és ez nagyon fontos. Ez a szülőnek szerintem a legszörnyűbb rémálma, mikor nem válik azzá. Én is belecsúsztam, de nekem ez a cég segített abba, hogy visszaszerezzem a megfelelő helyemet a gyerekem előtt. Nagyon büszke vagyok, és nagyon nagy bőséget hozott az életembe ez a cég munkatársként. Azzal, hogy én ennek a cégnek a munkatársa lehetek. Ha körülnéztek, akárcsak ebben a csoportban, vagy Magyarországon, vagy a világ bármely országában, ahol a Forever jelen van, nagyszerű emberek tömegei, fantasztikus emberek, egytől egyig, mindegyik. Én azt gondolom, hogy ennek a cégnek a humán tőkéje olyan egyedülálló értéket képvisel a világban, aminek nincsen párja. És én ennek egy értékes darabja vagyok. Én életemben először vagyok értékes. Nem a papírjaim miatt, hanem emberként értéket tudok adni. Tartozom egy értékest képviselő, értékes emberek csoportjába. Ez sem volt eddig. Én olyan hulladék emberek között dolgoztam, gyerekek, hogy azt el nem lehet mondani. Tehát borzasztó volt. Megfelelő társaságban vagyok, fejlődni akaró és fejlődni képes emberek között. Ez nagyon nagyszerű. Bővülünk. Tehát a bőség azért az erőteljesen jelen van itt is. És volt tanárként is nagyon büszke vagyok erre a cégre. Megmondom, hogy miért. Egyedül itt van lehetőségem arra, hogy a 21. század gondolkodásmódját valóban át tudjam adni az embereknek. Azt, hogy a tudás az nem statikus, hanem egy folyamatosan bővülő kincsünk, és el tudom fogadtatni az emberekkel, hogy bőségben csak akkor élhetnek, ha megfelelő tudással rendelkeznek, ez a tudásuk folyamatosan bővül, és a gondolkodásmódjuk változik pozitív irányba, de fejlődnek. Nagyon fontosnak tartom, hogy az önképzésre tudjuk felhívni az emberek figyelmét. Nem csak arra, hogy az egészségük már nem társadalmi feladat, hanem mindenkinek a saját feladata az egészség megőrzése, hanem a személyiségfejlesztés és az oktatás terén is tudunk egy olyat adni, amit én korábban tanárként nem tudtam közvetíteni. Nekem behatárolt tanmenetem volt, behatárolt anyagom volt, nem tudtam napra kész lenni. Nem is lehettem. És nagyon sokszor olyan tudást kellett tanítanom, ami elavult. Itt olyan hiteles és naprakész információkat tudunk átadni, ami még szinte meleg. Tehát annyira nagyon-nagyon naprakészé tudjuk tenni a magunk körül az embereket, és ez fantasztikus. Én voltam vállalkozó is, és nagyon büszke vagyok vállalkozóként is erre a cégre és erre az üzletre. Rendkívüli bőséget hozott az életembe. Hogy miért? Aki nem ellensége a saját pénztárcájának, annak fel kell ismernie, hogy az egészségipar az a legkevésbé konjunktúra függő terület. Tehát ez az a terület, ahol az emberek egészségének a rendbetétele vagy rendbehozása az olyan prioritást élvez, előrébb van a fejükben bárminél, például a hitelek visszafizetésénél is, pedig azt mondják, hogy maga a pénz a legjobb üzlet, igaz? Milyen furcsa, nem igaz. Nem igaz. Az emberek fejében az egészségrendbetétele jóval előrébb van, mint az, hogy a törlesztő részleteiket vagy a gázszámlát befizessék. Tehát adott esetben azon spórolnak, az autórészleten is, de az egészségükön soha. A legkevésbé érintette meg a gazdasági válság az egészségügy területét, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy meg sem érintette. És ez nagyon fontos. Egy érdekes területe is van vállalkozóként
egy fantasztikusan új iparág megszületésének vagyunk tanulja, aminek részesei vagyunk. Én nem tudom, ki hallotta már, biztosan gyakran hallottátok azt a szót, hogy coaching. Van, akinek ez idegen? Ez a szó. Tehát coaching. Tanácsadást jelent egyébként, egy nagyon széles spektrumú. Coachot akkor szoktak hívni általában az üzleti életben egy céghez, amikor már baj van. És a vezető, ahogy Baga Ibolya szokta mondani nekem, mikor vihar van az agyamban, hogy gyere ki az erdőből. Egy kívülálló az sokkal reálisabban látja, hogy hogyan kell egy cégbe beavatkozni, melyek azok a területek, ahol a hatékonyságot növelni lehet. Én azt látom, és különböző tanulmányokban már definiálva meg is jelenik, hogy, és a mi tevékenységünk ugyanez, hogy a life és egészség coaching tevékenység lesz a 21. századi parága. Ez azt jelenti, hogy a mi munkánk gyakorlatilag tökéletesen illeszkedik az orvosok, a természetgyógyászok, a háziasszonyok mindennapi munkájába, sőt, annak szerves részévé válik. Nagyszerű dolog egy új dolognak, egy új szakmának, egy új területnek a megszületésénél jelen lenni. És amikor ezt nap mint nap te csinálod, és ez úgy alakul, úgy fejlődik, abban részt venni azt gondolom, hogy kevés ember kiváltsága. Fantasztikusan jó dolog. Ezzel a munkával gyakorlatilag eszközt adunk az embereknek arra, hogy kezükbe vegyék a saját egészségük és a saját életük menedzselését. Önállóságra nevelünk embereket. Olyan embereket, akik eddig gyakorlatilag képtelenek voltak önálló életet élni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nemes feladat. Ez egy nagyon nemes feladat. És visszautalva az egész az előbbi gondolatra, hogy én nagyon sok depressziós vállalkozóval találkozok mostanában. Kevés sikeres vállalkozóval találkozom. És azt kell, hogy mondjam, hogy igen, kedves vállalkozók, tessenek felkészülni arra, hogy a gazdaság egyik, hanem az egyetlen kitörési pontja az az egészségipar a jövőben. Nem kell tartani attól, hogy az ember egy másik lábat is növeszt a vállalkozásában, hivatástudattól vagy gyakorlattól függetlenül. És egyébként nem mindig a gyakorlat vagy a tudás tesz egy... Én beszéltem egy olyan 100 milliós vállalkozóval, aki véletlenül lett 100 milliós vállalkozó. Fogalma nincs arról, hogy ő hogy és miért lett ez, de ez lett. Megnéztem egyébként, nem tudok a saját területemtől szabadulni, szépsége a dolognak. Az előbb már érintettem, hogy a bőségvizsgálattal kapcsolatban a gazdasági válságot ugye nagyon szeretik elemezni. És most már egyértelmű, hogy nem a jólét, hanem a bizalomhiány, a bizalom hiánya okozta a gazdasági válságot. Az egyik legfőbb oka volt ennek. Hogy miért mondom ezt? Azért, mert mi egy bizalomra építő üzleti hálózatban dolgozunk. Ezeknek a szerepe, az ilyen bizalmi üzleti hálózatoknak a szerepe pontosan a gazdasági válság miatt értékelődik fel. És egyre jobban. Nem csak morális, hanem óriási gazdasági értéket is képvisel most már. Tehát a labilitását a gazdaságnak mindenhol látják, kivéve a bizalmi hálózatokban. A miénk az, a bizalom üzlete. És nagyon intim terület. Egy tudásalapú, tudásigényes iparág, de elsősorban a bizalom üzlete. Nekem kezdőhálózatépítő koromtól mindig ezt tanították. És most értettem meg igazán. Nagyon sokat segített nekem az, hogy megroppant a gazdaság, mert felértékelte például a Forever Living céget is. Óriási versenyelőnyt jelent. Egy ilyen időszakban, egy válságos időszakban bizalmi hálózathoz tartozni. Vállalkozóként, emberként, mindenhogyan. A hasonlóan gondolkodó emberek csoportja az mindig erősíti a bizalmat egyébként, de ha már így belementünk a közgazdász, muszáj vagyok egy pár számot mondani, ne haragudjatok. Közgazdászként egy hetes adat, és érdekes, hogy miért is jól prosperáló, miért vagyok én jó helyen, és miért bővül ez az iparág, és miért fog a következő 50 évben legalább. Érdekes számokat fogok mondani. Magyarországon évente
4-500 milliárd forintot lehetne megtakarítani azzal, hogyha az emberek egészségesebbé válnának. Nem lennének egészségesek, csak kicsit egészségesebbé válnának. Ez azt jelenti, mondjuk kevesebbet hiányzik a munkahelyéről, kevesebbet költ az állam táppénzre, kevesebbet költ a kórházi gyógykezelésére, és ezek a statisztikák, ezek csak becsült adatok. Tehát ennél valószínűleg sokkal több. És gondoljátok el, hogy ez akár napi egy gél fogyasztásával elérhető. Tehát ha csak azt tennénk meg, hogy minden családban, annak idején Bill Gates azt mondta, hogy az az álma, hogy minden egy családban egy számítógép, emlékeztek? És ebből lett milliárdos, hogy egy hálózatot épít, egy információs hálózatot. Ha meg csak az az álmunk, hogy minden családba csak egy gélt juttassunk el, micsoda bőséget hozunk a világra, nem? Meg erre az országra, meg milyen jólétet. Egészségben is, pénzben is. Igen, egészségbe érdemes befektetni. Ezt is megnéztem, fantasztikus. Nagyon sok vállalkozás beleőrül abba, hogy a hatékonyságot növelje, és akkor árat emel, meg embereket enged el, meg minden, hogy próbál életben maradni. De ez egy olyan lufi, amit csak egy darabig lehet fújni. Túlfújják a saját cégüket, és értékvakságban szenvednek, mert nem jönnek rá a vállalkozók, vagy a nagy cégvezetők, hogy hogyan lehetne még a cégből több pénzt kivenni. Nagyon egyszerű, hozzá kellene nyúlni a dolgozók egészségéhez. Minden eurós, európai szinten az egészségbe befektetett minden egy euró megtérülési költsége 1,5 és 6 euró között van. Gyerekek, ezt pénzpiaci mutatók nem tudják produkálni. Tehát minden befektetett egy euró 6 euró hasznot hoz vissza. Ezt hol tudjátok még megcsinálni? Mutassatok egyetlen egy olyan területet. Nem fog menni. Tehát olyan elfelejtik az emberek, hogy hol lehet még belenyúlni. A humán tőkével érdemes a legjobban operálni. Annál nagyobb bevételi forrás nincs, és nem az oktatásukra kell most már fordítani pénzeket, felesleges képességek megszerzésére, hanem az egészségi állapotuk növelésére. Fantasztikus lehetőségek vannak benne. És mi a jövő? Milyen bőség vár ránk? 2010-ben nem fogunk kevesebbet fogyasztani semmiből Magyarországon, mint eddig, csak más termékeket és másként. Ez is a mi cégünk malmára hajtja a vizet. Ugyanis az emberek figyelme emiatt árérzékenyebbek az emberek. Tehát fantasztikus árérzékenység van, és a gondolkodásmód is változik. A mi munkánk is benne van ám. Hála Istennek változik a gondolkodásmód. Egyre inkább a termékeink felé. A magasan, tehát ezt a céget egy óriási védjegy, egy jól pozícionált márka képviseli. És az embereknek most már ez a fejében benne van. Így vagy úgy, de hallottak a cégről. Tehát már nem kell bepozícionálni a céget. Sokszor kell csorbát kiköszörülni, de már nem kell pozícionálni. Döbbenetes számot olvastam. Magyarországon évente 1500-2000 ember azért veszti el az életét, mert úgynevezett energiaszegénységben szenved. Ha ezt én magyarul lefordítom, ez azt jelenti, hogy nincs pénze. Mert nincs annyi pénze, hogy megfelelően fűtse a lakását. Embereknek tudjátok, milyen anyagi lehetőséget tudunk adni? Micsoda bőséget? És ebben a 0-tól 90 évesig benne van. Tehát emberek, 2000 ember ma Magyarországon azért hal meg, mert nem tudja befűteni a lakását. Nem éhen hal, hanem úgynevezett energiaszegénységben szenved. Rettenetes. Minden egyes emberben van tartalék és üzleti lehetőség, mert mindenkinek tudunk adni valamit. Magyarország lakossága bővül, gyerekek. A bőség itt van a kezünkben. Csak le kell aratni. Jól. És büszkének kell lenni. Én annyi mindenféleképpen próbáltam megnézni. Nem találok olyan szegmensét az életemnek, ahol én ne lennék büszke erre a cégre, és ne hozott volna az életembe bőséget. Én hívő ember vagyok. De fantasztikus dolgot jelent számomra képviselni egyedüliként azt a növényt, amit beleírtak a Bibliába. Nekem ez fontos. Mint ahogy a vallás is egy másfajta, egy szellemi bőséget hoz az emberek életébe,
a mi cégünk is egészséget, pénzt, társaságot, intelligenciát, személyiségfejlődést, a lehetőségek tárházát tudjuk odaadni. Én mindent megkaptam ettől a cégtől. Mindent. Annyira szeretném átadni, annyira szeretném jól képviselni, és csupa olyan emberrel ülök itt, akik szintén ezt szeretnék. Hát tegyük, gyerekek, mert más dolgunk nincs. Jó pénzért. Jó, köszönöm szépen.